Köszöntök mindenkit, késő esti külön streamen. Ezt így több okból is ilyenkor csinálom, mert ez egy ilyen random játék, ami egy ilyen elég durva és nem ilyen látványos, meg érdekes, de azért gondoltam, megosztom a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban. Feltéve, ha elindul a stream. Szóval... ez egy olyan játék, ami egy ilyen evolúció szimulátor, hogy vannak ilyen kis nagyon alap feladatokat végző kis objektumok, mint ezek itt. És... hát én itt mindenfélét be tudok állítgatni, és nyomon követhetem a kis életüket, és itt mindenféle adat megjelenik ezekkel kapcsolatban, hogy ők mit csinálnak éppen. És most először sikerült végre egy olyan eredményt elérnem ebben a játékban, hogy egy kicsit tovább fejlődjenek. Persze egy kicsit beállítottam a csázsombor. Ez csak így random, így késő van, és még nem vagyok nagyon álmos. És így gondoltam, játszom ezzel a játékkal, és most így hihetetlen sikereket értem el random, mert végre nem az történt, hogy végre sikerült egy néhány ilyen kis élőlényt annyira életbe tartani, hogy önfenntartók legyenek, és most elkezdtek itt szaporodni. Például ezek a kékek, ezek itt nagyon jól el vannak. És most így kicsit tesztelgetem. Ez is akad? Ne szívass már! Ez nem akadhat. Itt fizikailag nincs meg a lehetőség, hogy ez akadjon. Ez ilyen szaggatva megy, tehát ők ilyen szaggatva mennek. Nem? Nézzük meg. Ő itt nagyon rohan a lávába, belerohan a lávába, és belerohant a lávába. Meghalt. Na hát igen, ez a természetes kiválasztódás, tehát... ja. Hát igen, azt látom, hogy az internet folyton lefagy. Mert nekem állandóan újra kapcsolódni akar. Na, nekem is bufferelt az előbb, de... most így a játék maga nem akad. Mondjuk most itt nincs is nagyon semmi esemény, amit látni kéne. Hó, itt van ilyen érdekes dolog, ami így szennyezi maga körül a környezetet, és olyan sok energiája van, képes ilyen holttesteket tologatni, ezek holttestek. Ezek már ilyen fejlettek, ez egy ilyen 15. generációs ilyen kis gyökér. De mindegy, ugye a matematikusok szoktak ilyenekkel játszani, hogy mindenféle nagyon egyszerű matematikai, meg mindenféle ilyen alapműveletekkel létrehoznak egy ilyen kis cuccot, és akkor mit tudom én, beállítanak neki valamit, hogy hogyan tud fejlődni. És ez a játék, ez egy ilyen nagyon összetett szimulátor program. De itt rengeteg mindent be lehet állítani, tehát ezért tetszett. Elnézést. De ezért tetszett meg nagyon, mert itt rengeteg mindent be lehet állítani, ami hasznos lehet. És az eredményt azzal értem el, hogy itt ezeket a DNS másolását, meg az ilyeneket, ezeket maxra húztam, tehát nagyon hatékonyan tudnak fejlődni, meg a mutációnak a valószínűségét is 0,42-szeresre állítottam, tehát eléggé könnyen mutálódhatnak ezek a kis gyökerek. Azért mondjuk van egy természetes kiválasztódás, tehát itt rohannak bele a lávába, de mindegy. De aki nem rohan bele a lávába, az egész jól él. Most mondjuk itt kihalt egy ilyen kolónia, tehát itt volt régen egy... na, nézzünk csak vissza a mikroszkópra. Hoznom kell. Itt a kékek most eléggé eltűntek, de most itt megint elég nagy a mozgulódás. Tehát kezdetben nagyon csíra lények voltak olyanok még, akik nem is tudtak mozogni, de most már elég sok ilyen variáció van, és már egyet-kettőt láttam szaporodni, ennek még elég sok energiája van. Ugye ezek a kis zöld négyzetek az a táplálék. Aztán vannak ilyen kis aktívak, van itt olyan, aki képes már irányváltoztatásra. Ez egy kicsit ilyen eredményesebbnek tűnik, ez már 50 neuronnal rendelkezik, tehát elég fejlett kis agya van. Ez már ide-oda tud menni. 32. generáció, tehát ő már szaporodik, tehát ő már képes keményen szaporodni. Nem tudom, hogy milyen komoly... na, küzdelem is volt. Ezek harcolnak is egymással. Nagyon durva, kinyírtott egy embert, és most tolja a holttestét. Tehát nem tudom, hogy meddig lehet elmenni ebben a fejlődésben, de nagyon... na, most meghalt.
és nem is szaporodott. Na, ezek viszont elég sokan vannak, tehát ezek lehet, hogy képesek szaporodni. Most szeretnénk megnézni egy szaporodást. Hát egyszerűen csak annyi, hogy... Na, ez szerintem egy szaporodás volt. Nézzük csak, ez egy 36. mi? 32. generáció, és akkor itt volt a zöldség. 32, ez 34. generáció, ez egy fejlettebb verziója már. Az előbbi kis cuccnak. Itt találkoznak, lássuk, hogy ez... Igen, ez harc volt. Itt két maszat találkozott, összeverekedtek, és az egyik kinyírta a másikat, aztán belehalt ő is. Na hát ilyen ez a program, tehát itt lehet követni ezeket a lényeket, és mindenféle érdekes környezeti jelenséget lehet itt okozni. Például én most itt arra voltam kíváncsi, hogy itt vizet raktam le, itt pedig, vagy itt vizet raktam le, itt pedig lávát. És azt akartam megnézni, hogy kialakítanak-e ilyen kis kolóniát, hogy mit tudom én, felszaporodnak az egyik oldalon. Ugye azt feltételezem, hogy a láva az energiaforrás, a víz az pedig alapvető szerepe az ember életnek. Itt van pár ilyen kis gyökér, aki itt el van. Iszogatják itt a vizet. Meg belefulladnak néha. Na, remélem nem akad a játék, ez így néz ki. És akkor most hát így ma este így ez itt pörög, itt brékel, ez ugye nem tudom, ez egy durva arc. De ez már nagyon komolyan tud itt irányt változtatni, most lehet, hogy ő is kinyírja magát. Hát ja, most ők itt eléggé pörögtek és belementek a lábába mindannyian. Hát igen, Darwin. Darwin megtiltotta neki létezni, de ezek itt össze vannak kapcsolódva. Tehát ez az, amire kíváncsi vagyok, hogy lehet, hogy itt majd lesznek olyan cuccok is, akik csapatba állnak és csapatba szerveződnek. Itt egy különválás történt. Ja igen, le lehet őket fogni, tehát hogyha nagyon szeretném, akkor összegyűjthetném őket egy helyre. És én tök aranyosan itt fejlődnek. Most aztán beállítottam azt, hogy elég sok szintig tudnak fejlődni. Itt elég sok random dolgot be lehet állítani, DNA beállítások is vannak, DNS beállítások. Neuronokat egy kicsit talán feljebb húzom. Lássuk, hogy ez okoz-e valami változást, menjünk vissza a mikroszkóp módra. Most nagyon-nagyon sok ilyen gyökér van. Neuronok 34, azt hiszem ez a limit volt eddig, de most ezt a limitet átalakítottam, tehát most lehet, hogy a fejlődés mehet tovább, magasabb szintre. Keresek egy olyat, aki már 30 fölött van jóval. De úgy tűnik itt ezen a területen ezek a kékek vannak itt nagyon elszaporodva. Hopp, itt megint megjelent egy új fajta. Ezek, akik itt fertőzik a környezetüket, ezek általában nem nagyon szoktak sokáig életben maradni, de most ketten is voltak. Tehát ezek általában megölik saját magukat is azáltal, hogy itt rontják a környezetüket, de vannak ilyenek is, akik itt folyamatosan szennyező anyagot termelnek maguk köré. Na, ő már 39-es generáció, és a neuron aktivitás az 64, tehát elméletileg gondolkodik. Tehát átgondolja azt, hogy mit. Lehet, hogy már filozófus. Hát ja. Tehát ő az. Ő egy elég reményteljes dolog. Itt el lehet itt menteni. Tehát fogom ezt a kis csókát, és akkor berakom ide. Meghalt. Nézzük, hogy van-e még másik fajta. Nem. Most sajnos... És ez a két szennyező anyag, ez megölte magát. Hát ez van. Kihaltak. Most viszont itt szaporodtak fel nagyon sokan. Kicsit talán itt egy kicsit átalakítom a környezetet. Rakok le nekik egy kis foodot. Lehet növelni a méretét. Na. Food 1-et. Food 0-át. Ja. Itt elég sok kaját rakok le. Lássuk, hogy itt a nagyon sok bőségben itt mit élnek át a kis lények. Ó, tök mindegy. Hú, hogy megették, azt a rohadt mennyi kaját adtam nekik, és hogy elkezdtek itt szaporodni a kis dögök. Mindjárt meghal a gépem ettől. Na hát ez a kajaforrás, ez elég keményen. Meghalt? Ja, pörög egyébként az internetem. Tudjátok, mit én ezt... Újra kéne indítanom az egész gépet. Ú, pedig ez milyen látványos jelenet volt. Mondjuk megölte a gépemet. Keményen. Pont most
Ja, tölt, nagyon bufferel, meg minden szarság. Pedig a router nem jelzi, hogy hiba lenne. Na mindegy, várjátok, újraindítom az egész gépemet, meg mindent, és akkor talán van esély. És akkor még egy kicsit elbibelődök ezzel a játékkal így este felé. Megpróbálom rendbehozni az internetet, meg az ilyeneket. Nagyon-nagyon szar minden. Na csá!